Önök a Líceum televízió adását látják. Nagy tiszteletek, köszöntöm a Líceum televízió kedves nézőit, tehát IKF Sport című magazin műsorunkban. Tegnap este befejeződött az EKF angol kupa elnevezésű kispás labdarúgó bajnoksága, és ez apropóból vendégem a bajnokság egyik főszervezője, Fábián Máté. Szia Máté, köszönöm, hogy eljöttél. Erről fogunk most beszélni a következő 25-30 percben. Véget ért tehát az angol kupa, és hát tegnap este igazán jó mérkőzéseket láthatunk az Esterházy csarnokban. Hogy miért az Esterházy csarnokban volt? Erről már beszéltünk valamikor a fél év elején, ugye amikor Kancer Dániel az egyik szinte másik főszervezővel volt itt a stúdióban. És hát erről fogunk most beszélgetni, hogyan is zajlott ez az idei bajnokság, milyen élményekkel. A legfrissebb élménnyel kezdjük egyébként, hiszen, amint említettem, most már sokat gyára. Tegnap fejeződött be az idei bajnokság, aztán fél egyig ott voltunk fent a csarnokban, közel egy óráig, és hát remek hangulat volt, nagyon sokan voltak. Milyen szájízzel fejezted be ezt az idei bajnokságot? Én is köszöntöm a kedves nézőket. Biztos azért, mert tegnap volt, és még nagyon frissek az élmények. Az biztos, hogy szerintem az eddig eltöltött több napból ez biztos, hogy a top 3-ba kerül, ugyanis aki fent volt, az tudja miért, milyen hangulat volt fent a döntőkön. Aki nem, az pedig sajnálhatja, hogy nem jött fel. Én azt tudom mondani, hogy az este folyamán egyszer megszámoltad, ha jól emlékszem te, hogy mennyien vannak fent, akkor 154 főt számoltál. Igen, de hogy utána kezdődtek még csak el a döntők. Tehát, hogy a bronzmérkőzésre durván 150 hallgató volt kíváncsi, ezen felül ugye még jöttek a döntők. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó volt a hangulat. Voltak mérkőzések, amikor komoly szurkolás volt. Jó meccsek voltak, az biztos. Ugye tegnap 4 mérkőzéssel záródott az idei angol kupa, hiszen 2 bronzmeccset és 2 döntőt láthattak az érdeklődők. Szerencsére elég nagy számú érdeklődők. Ez ugye annak volt köszönhető, hogy módosult a versenykiírás az eddigiekhez képest. Így van, módosítottunk a versenykiíráson, aminek az volt a célja, hogy azokat a csapatokat, akik mondjuk képességben nem úgy állnak, vagy éppen a csoportmérkőzések során nem volt szerencséjük, azoknak se érjen véget rögtön a torna, minél tovább juthassanak, és számukra minél több tétmérkőzést tudjunk rendezni. Ennek folyamánya az, hogy felsőház-alsóházi lebonyolítást választottunk, és én úgy gondolom, hogy aki tegnap ott volt, az mind azt mondja, hogy ez egy jó döntés volt, nem fényezve magunkat, nem fényezve téged, hiszen ez a te ötleted volt, de tényleg, tehát tegnap az alsóházi döntő, én szerintem jobb volt, mint a felsőházi döntő, de ez az én személyes véleményem, sokkal izgalmasabb volt. Ott mondtuk is a játékvezetőknek, hogy ha most lefújják, akkor nincs érzékük a labdarúgáshoz, de hát véget kellett vetni neki. Púl Sándor lehet, hogy nem így fogalmazna azért, nem? Hogy így van, majd a harmadik fél időben ő ezt kijellemzi. Igen. Na hát visszatérve még erre a tegnapi napra, hát tényleg nagyon jó meccseket láttunk. Nagyon sokan voltak a csarnokban, és hát emlékszem, hogy ott fél viccesen meg is említettük, hogy természetesen nem megbántva a férfikos állad a csapatunkat, az EKF Egerhész gárdáját, hogy hát általában 2 hazai meccsen vannak maximum ennyien, mint ahogy most voltak. Sőt, szerintem lehet, hogy többen is voltunk. Remek volt a hangulat, volt zene végre. Ugyan a mikrofon most az kimaradt a hangtudból, de hát így is nagyszerű volt a hangulat, jó meccseket láttunk. Tényleg még a szünetekben is volt szórakozás, hiszen hát nem mondunk reklámot, de egy hát hogy fogalmazunk ezt meg, Máté? Hát Borsod negye, ne dűje. Ne dűje, oké, hát akkor ezt mindenki tudja. A szurkolókra is gondoltak, és hát a szünetekben kapufarúgó verseny volt, ha jól tudom, a győzteseket jutalmazták, tehát jó volt a hangulat, zene volt, foci, és hát egy igazi fél évzáró, nem? Kár, hogy vége volt. Kár, hogy vége volt, és azért tartom fontosnak ezt, hogy ilyen jó hangulatúra sikeredett a tegnapi nap, hiszen ebben a fél évben ez az angol kupa, ez nagyon sok nehézségen ment keresztül, ugye műfüves pálya bezárása, hol legyen, hol folytatódjon, aztán befogadott minket az Esterházy csarnok, voltak azért problémák, azért 10 órakor kezdődtek mérkőzések, éjfélkor kezdődtek mérkőzések. Én úgy gondolom, hogy azért tényleg csak köszönet jár a csapatoknak, hogy így is vállalták ezt a tornát. Én úgy gondolom, hogy ahhoz képest tényleg, hogy milyen körülmények voltak,
idén sem maradtunk el színvonalban semmivel, mondjuk a tavaszi vagy az tavalyi őszi angol kupához képest. Hát az biztos, hogy más meccseket láttunk egyébként, mint aminek hát megszokhatunk, hiszen a műfüves borítás meg a terem között azért óriási a különbség. Sokkal gyorsabb volt a játék például bent, mint kint szokott lenni, hiszen azért azon sokkal hát lassabban mozog a labda mondjuk a műfűben, de így is élvezetes meccseket láttunk, sőt sokkal pörgősebbeket, viszont visszatérve még a műfű problémáról, mi is volt a helyzet, hát nem biztos, hogy minden kedves nézőnk tisztában azzal, hogy ez a bajnokság, ami bevált módon évek óta, most már szerencsére mondhatjuk ezt, a műfűves pályán, a Lánka úti műfűves pályán zajlott esti villanyfényes meccsek kíséretében gyakorlatilag. És hát csarnokba szorult, miért is, mi volt ennek a problémája. Mondom, beszéltünk erről a fél év elején, de aki nem látta, aki esetleg tényleg érdeklődik ezután az esemény iránt, mi volt itt a probléma? Megosztod a kedves nézőkkel. Hát röviden összefoglalva talán úgy lehetne ezt bemutatni, hogy az első fordulót még a megszokott keretek között rendeztük meg, aztán a forduló utolsó... Népstadion közben. Ugye, a Népstadion közben, így van. Jól emlékszem, az utolsó előtti mérkőzésen jelezte a játékvezető, hogy a pálya túlsó végén hát igazából egy horpadás alakult ki. Ezt megtekintettük, lejátszottuk még azt a két mérkőzést, majd ugye egy hét elteltével, mikor jeleztük ezt Honfi Lászlónak, a Sporttudományi Intézet igazgatójának, ő megtekintette, akkor már sokkal nagyobb vályú alakult ki, és ő balesetveszélyessé nyilvánította a pályát. Innentől kezdve nem tudtuk ezt használni, bizonyos És kb. Egy hónapig állt is a játék, nem? Így van, állt a játék, mert igyekeztünk a legjobb megoldást megtalálni, és hát azért tényleg köszönettel tartozunk mind Honfi Lászlónak, a Sporttudományi Intézet igazgatójának, mind Liptai Kálmán rektor úrnak, Ország Ákos főtitkár úrnak, azért, mert engedélyezték ezt az ad-hoc jellegben, hogy a Sporttudományi Intézet Eszterházi csarnokában játszhassuk le a mérkőzéseket. Volt még vesztesége ennek a változásnak, hiszen eredetileg 23 csapat nevezett az idei angol kupára, nem volt csúcs beállítás, hiszen tavaly tavasszal, most tavasszal 24 csapat nevezett, ez eddig a rekord minden tekintetben. Most 23-an jelentkeztek, és az első forduló, komplet első forduló után, amint kiderült, hogy műfüves borításon nem lesz tovább angol kupa, legalábbis egy jó darabig biztos nem, és csarnokba költözünk, ott ráadásul ugye mivel este edzések voltak az EKF-es csapatoknak, külön órák, gyakorlatilag este 10 órától tudtunk mindig játszani, és hát pont egy olyan csapat, ami egyébként is speciális volt, hiszen az EKF munkatársai dolgozóiból összevergúvált Student Center United, a Hallgatói Centrum csapata, ők visszaléptek a sorozatot, hiszen ilyen késői kezdésben már nem tudták vállalni a megmérettetést, tehát így végül 22 csapat lett, de tényleg dicséret illeti, meg azt gondolom köszönet ezenek a csapatoknak, a játékosoknak, szurkolóiknak, hogy ezeket is bevállalták, de egyébként ebből is látszik szerintem, hogy mennyire szeretik az angol kupát, hogy még az ilyen, tényleg amikor volt, hogy évfélkor is játszottak, még ezt is bevállalták azért csak, hogy focizhassanak. Így van, tehát a csapatok rendkívül rugalmasak voltak. Ebben a tekintetben nyilván őnekik sem volt jó az, hogyha mondjuk két hetente vasárnap kellett játszani mondjuk 23:40-től, vagy éppen 19 órától, ugye aki Győrből jön, az annak nehéz megoldani a visszajutást. Úgy gondolom, hogy rugalmasak voltak és jól alkalmazkodtak a helyzethez, de ha már ennyi köszönetet mondtunk, akkor muszáj megemlíteni azt a kiegészítő stábnak nevezném őket, a jegyzőkönyvvezető lányokra, illetve a biztonsági személyzetet ellátó sportszervező szakos hallgatókra gondolok, akik tényleg egymás között beosztották a napokat, ott voltak, csinálták, amit kellett. Tényleg egy rossz panasz nem lehet senkire, mert tényleg egy nagyon színvonalas angol kupát rendeztünk meg csarnokban. Igen, és hát annál is inkább jó, hogy ezt felhoztad, az úgymond kisegítő személyzetet, mert ez is egy újítás volt idén. A sportszervező szakos hallgatók ugyanis a szervezeti gyakorlat című tantárgyukat, ami ugye arról szól, hogy valahogy gyakorlatot kell eltölteni egy sportegyesületnél, sportszervezetnél, itt gyakorlatilag megtehették, megoldhatták, és hát ez egy egész fél éven keresztül folyó bajnokságban, mind jegyzőkönyvvezetésben, mind szervezési feladatokat elláthattak, és hát ez egy újítás volt, ami úgy gondolom, hogy egy kicsit túlmegyünk az angol kupán, mint sporteseményen, ez az intézménynek az életében is lehet egy előrelépés olyan szempontból, hogy valóban a sportszervező szakos hallgatóknak saját maguk az intézményen belül lehet gyakorlati lehetőséget biztosítani. Így van, hát őnek is könnyebb volt, hogyha például mondjuk az apartmanházak kollégiumban laknak, akkor sétál 100 métert és a gyakorlati helyén találja magát, barátok között, ismerősök között, jó hangulatban. Én úgy gondolom, hogy akik
ezt választották gyakorlati helynek, ők semmiféleképpen nem bánták meg. Már jelezték is, hogy a tavaszi kurzust is itt szeretnék teljesíteni. Nyilván ennek akadálya sem az intézet részéről, sem a mi részünkről nincs. Nekünk jó az, hogyha van, aki segít, és megcsinálja ezeket a dolgokat. Az intézet számára pedig jó az, hogyha egy újabb partnerrel tudod bővülni a gyakorlati helyek köre. Hát, hogyha itt kicsit össze akarnánk hasonlítani, hogy melyik a jobb a műfű vagy a csarnok, akkor biztos, hogy az előnyök között mondhatjuk a csarnok esetében, hogy azért tegnap fejeztük be december 9-én, ugye tegnap 9-e volt az idei hangokupát, hát kint azért elég nagy cidri volt. Egyébként nem húztuk volna ekkor el nyilván eddig, de azért elég hűvös lett volna a vége, így azért ott a kényelmes melegben, bent a csarnokban hát mindenki jobban érezte mondjuk magát, viszont hogyha lehet így fogalmazni azt, hogy a műfűves párt nem lehetett használni, ennek a döntésnek vagy ennek a problémának talán a legjobban a gyakorlatot teljesítő körülhettek, hiszen az ő feladatuk volt az elrúgdosott labdáknak a nyomozása, és hát nem egy esetben kellett a sötétben, ott a dzsumbújban labdát keresni, hát ezúttal nem volt ilyen probléma, hiszen a csarnokban nem nagyon tudott elmenni a labda. Így van, nem lehet összehasonlítani szerintem a kettő borítást, tehát hogy most a csarnokban volt jobb, vagy a műfűben volt jobb. Volt, aki azt mondta, hogy itt sokkal nagyobbak az esések, a csarnokban sokkal jobban fájhat. Erre pont tegnap volt például, hogy Felföldi már ugyanúgy dobálta magát, tehát ollúzott, így, úgy, lőtt el a labdát, esett, kelt. Én úgy gondolom, hogy mindenképp előny az, hogy ott melegebb van, nem kell az időjáráshoz alkalmazkodni. Ez az őszi lebonyolításnál mindig is szerencsésebb lenne talán. Viszont én azt mondom, hogy tavasszal, hogyha a műfűves pálya alkalmas lesz, én azt preferálnám, mert hát ugye akkor sokkal hangulatosabb az, hogy egyre melegebb az idő, egyre több ember jön ki. A hangulat is talán egy kicsivel jobb. Más egyébként, tényleg azt nem lehet összehasonlítani, nem? Mert mind a kettőben megvan a jó, de azért az, amikor jó idő van kint a műfűves pályán, villanyfénnyel, azért az nagyon-nagyon jó hangulatú volt, és hát oda is azért özönlött a nép, emlékszel, hogy volt, hogy gyakorlatilag csak a kapuk mögött nem álltak, két oldalt, mert még a kerítésen kívül is rengetegen voltak. Szóval hát más mind a kettőnek a feelingje, de úgy gondolom, hogy mindenképp egy jó rendezvény, tehát az, hogy ennyire szeretik az emberek. Nem csak akik játszanak, hanem tényleg akik érdeklődnek, a főiskolás hallgatók, akik kijönnek, ott laknak a kollégiumokba, vagy esetleg megmásszák a Lánka úti hegyet csak azért, hogy lássanak egy-egy jó meccset. Tehát tényleg nem lehet eldönteni, melyik a jó. Nem lehet eldönteni, igen. Egyébként mikor a pályákat kerestük, szóba került több belvárosban található intézmény, és pont azért vetettük el ezeket, mert a hegyen azért lakik mondjuk durván 1000 hallgató. És azért abból az 1000 hallgatóból nagyon sok dönt úgy, hogy mondjuk hétfő este ő nem talál jobb programot magának, akkor lejön, megnézi a barátját, barátnőjét, feljön csak úgy. Nagyon sokszor volt példa arra, hogy mondjuk a keddi forduló kapcsán, ugye 10 órakor kezdődött, durván 1:15 ért véget, valaki feljött oda, ott alapozott, jó hangulatban volt, barátokkal volt, majd utána a hallgatói klubban folytatta az estét. Tehát én úgy gondolom, hogy igyekeztünk előnyt kovácsolni ebből a helyzetből is. Tudsz esetleg valami fejleményt a műfűves pályával kapcsolatban, hogy egyáltalán tavasszal lehet-e ott focizni majd, vagy elkezdték-e a kiavítását a pályának, vagy nem? Sajnos konkrét fejleményt nem tudok mondani. Néhány hete beszéltem Honfi tanár úrral erről. Ő azt mondta, hogy ő most úgy látja, hogy mindenképpen a csarnokba kezdjük el szervezni. Aztán, ha addigra megoldódik a helyzet, akkor nyilván ő fog a legjobban örülni, hogyha a műfűves pályára kimehetünk. Ez még a jövő zenéhez függ, attól függ az időjárástól, mikor tudják elkezdeni a munkálatokat, mennyi ideig tart. Bár ez a legpontosabb, tehát Honfi tanár úr azt mondta, hogy amint elkezdődtek a munkálatok, 2 héten belül birtokba lehet venni a pályát. Hát akkor erre várunk, viszont akkor még értékeljük mindig az idei angol kupát. A lebonyolításról az, hogy hány csapat vett részt most az őszi bajnokságban, erről már volt szó. Arról nem, hogy is jutottak tovább a csapatok a csoportkörből, és aztán hogy folytatódott a küzdelem sorozat. Hát nyilván egyenes kieséses szisztémában, és itt volt szó az alsóház felsőházról. Ezen egy kicsit még menjünk át, hogy hogyan is zajlott akkor a csoportkör utáni küzdelem sorozat, és aztán majd beszéljünk a tegnapi napról még kicsit bővebben az, hogy milyen csapatok vettek részt a helyosztókon, hiszen azt elmondtuk, hogy jó meccseket látunk, szoros, izgalmas, jó hangulatú találkozókon vehettünk részt, viszont arról nem volt szó, hogy hát kik voltak a főszereplők ebben. Először akkor a lebonyolításról. Így van, ugye 4 csoportba kerültek beosztásra a csapatok. Már a kezdésnél volt egy 5 csapatos csoport, a D csoport, majd ugye a Student Central United visszalépésével a C csoport is 5 csapatossá csökkent.
ahonnan 4-4 csapat jutott tovább a nyolcaddöntőkbe, de egy egyszerű keresztbe párosítással oldottuk meg a nyolcaddöntők lebonyolítását, és aki a nyolcaddöntőben győzött, tovább jutott, a felsőházba került, aki viszont vereséget szenvedett, ő sem búcsúzott el az angol kupától, hanem az alsóházba került. Ott ugyanúgy keresztbe sorsolással, párosításokkal, előbb negyeddöntők, elődöntők, majd ugye a helyosztók kerültek lebonyolításra. Azt kell elmondani, hogy tényleg ennek a lebonyolításnak 8 csapata, a legnagyobb áldozata az a 8 csapat, aki ugye a nyolcaddöntőbe bejut, ott vagy felsőházba, vagy alsóházba kerül, és a következő meccsén vereséget szenved. Ez a negyeddöntőben kik? Így van, ezt te tudod a legjobban bizonyítani. Saját bőrön, igen. Így van, tehát őnekik már nincs lehetőségük arra, hogy folytassák a tornát. Igen, viszont mégis azt mondom, hogy jó ez. Tehát én igen, az én csapatom az kiesett a negyeddöntőbe, kikaptunk 1-0-ral a döntős csapat ellen egyébként, akik később másodikok lettek. Nem felmentve ezzel saját magunkat persze, de akkor azért bosszankoltunk, hogy lehet, hogy nem jó az a versenykiírás, de aztán rájöttem, hogy mindenhol ez van, tehát hogy kikap a negyeddöntőben, annak vége van, tehát bárhol is. Hiszen aki negyeddöntőbe, ha a legjobb 4 közé mész, ott kikapsz, hát most lehetne úgy csinálni, akkor játszol még 5-től 8. helyére, de így, hogy van-e alsóház, felsőház, így is láttunk 8 helyosztót, vagy 4 helyosztót, és tényleg jó volt látni, hogy olyan csapatok jutottak el, érmes meccseket játszottak, éremért játszottak, akik egyébként biztos, hogy nem jutottak volna el. És hát ebből is látszott, hogy például mondhatom itt az alsóházi döntőt, a Dog Soldiers, kivel játszottak, Anonymous meccset? Anonymous. Mind a két csapatnak egy csomóan szurkoltak. Egyébként szerintem azon a meccsen voltak a legtöbben, és olyan jó meccs volt, olyan jó hangulat volt, hogy tényleg jó volt, hogy most csúnya szóval élve a kicsiket is hagyni érvényesülni, de hát nem erről van szó, egyszerűen hát ugye tudjuk, hogy rengeteg futballista játszik ebben az angol kupában, akik nagypályán játszanak, NB-s csapatokban játszanak. Ugye a bronzérmes csapat, az a felsőházban a bronzérmesek lettek, a Golden Boys csapata, ők gyakorlatilag majdhogy nem mindenki mezőkövesdi onnan, és hát tudjuk jól, hogy a mezőkövesdnek most milyen jól megy a szekere az NB1-ben újonc csapathoz képest, tehát azért elég nagy itt a versenyhelyzet. Így van, nagy a versenyhelyzet, ezt egyébként az is bizonyítja, hogy az a két csapat, aki az alsóházi döntőt játszotta, őnekik durván perceken múlottak a csoportkörben a továbbításai. Tehát mind a két csapat, a Dog Soldiers például az utolsó percben rúgta azt a gólt, amivel továbbított. Vagy az Anonymous csapata lejátszotta a meccsét, és utána pont a te csapatod, én csapatom meccsétől függött, hogy ők jutnak tovább, vagy mi jutunk tovább. Nyilván jobban örültem volna, hogyha mi vagyunk a döntőbe. De hogy ti azzal kiestetek. Mi azzal kiestünk. Hát ők meg így döntőt tudtak játszani. Így van, ők döntőt játszottak, de ezért gondolom én is azt, hogy jó ez a lebonyolítás. Tehát, hogy mégis volt lehetőségük, és látjuk, utána meccseket nyertek, eljutottak a döntőig, ott az egyik nyert, a másik vereséget szenvedett. Még egy téfitet eloszlatnék, tehát ez megkaptuk kritikaként, hogy milyen dolog az, hogy 5-től 8. helyért nem játszanak a csapatok, de 9-től 12. helyért játszanak a csapatok. Nem szabad összekeverni a kettőt. Tehát az alsóház az egy teljesen külön, nevezhetnénk másodosztálynak is. Az egy külön lebonyolítás, ők nem a 9-től 12. helyért játszottak, mint ahogy egyébként ez az eredményhirdetésnél látszott, ők ugyanúgy kaptak érmeket, ugyanúgy kaptak serlegeket, tehát ez egy külön másodosztályú bajnok lett a Dog Soldiers csapata. És nem a 9. poénkodtunk is, azzal emlékszem, hogy hát gyakorlatilag jogot szereztek arra, hogy jövőre az első osztályban folytassák a küzdelmeket. Nyilván nincs ilyen, de hát tényleg ezt úgy kell kezelni, hogy első és másodosztály. Csak hát alsó és felsőháznak lett elkeresztelve. Egyébként az érmeken első és másodosztály volt, mert úgy olcsóbb volt a karakterszám miatt. Ez a te asztalod, ezt te intézted. Úgyhogy. Na jó, hát akkor beszéljünk a helyosztókról. Volt szó erről a Dog Soldiers Anonymous alsóházi döntőről. Ugye a bronzérmet itt a Liverpool csapata nyerte, ugye? Így van. Ki ellen? Ha jól emlékszem, a favágók csapat ellen, azt általánosságban el lehet mondani minden 4 mérkőzésre, a tegnapi napról, hogy minden, ami a focinak a sava, borsa megjelent. Nem volt reklamálás. De volt. Hát igen, mert nem szerepeltél, tehát nem játszottál, így nagyban romlottak ennek az esélyei, de volt 2 perces kiállítás, volt büntetők, pont a legelső meccsen, ugye a Liverpool és a favágók, ott hetesek döntöttek. Volt nagyon sima mérkőzés, lásd mondjuk a felsőházi bronz mérkőzés, ha jól emlékszem, 9-2 lett talán a Golden Boys csapatának. Volt egy nagyon parás kiki meccs, egy igazi döntő mérkőzés, már sokat emlegettük a Dog Soldiersnek a meccsét. Vagy éppen meg lehetne említeni az utolsó meccset, ami... Hát a nagy döntőt. A nagy döntőt, ami
Nyilván abban a szempontból is, mint minden döntő, valaki nyerni fog. De volt egy másik tétje is, ugye erről kevesebb szó szokott esni, ez a góllövő lista. Ugye a gólkirály ugyanúgy kap egy serleget, és Halász Mário a trollfoci csapatának játékosa 24 góllal állt a helyosztók előtt az élen. Az ő csapata nem jutott négy közé, tehát ő várhatóan ennyivel is zárta a tornát. Második helyen Felföldi Márk állt, ha jól emlékszem, 19 góllal. 20-szal, igen, mert hogy 5 gólt kellett volna szereznie. A gólkirály szerint, de egyébként a találkozó első gólt egyből ő is szerezte, szóval így van, ment a matek. Azért én úgy gondolom, meg beszélgettem is a csapattal, hogy azért ment nekik az elején olyan nehezen, mert hogy Márkból gólkirályt szerettek volna csinálni, és nagyon látszott, hogy rájátszák a helyzeteket. Nyilván ezt a Millwall csapata nagyon jól használta ki. Tehát ha jól emlékszem, a fél időben 1-0 volt talán az állás. 2-1. 2-1 volt? Igen. Akkor 2-1 volt, tehát nagyon szoros volt a fél idő. Sőt, 3-1, és... bocsánat, merem, emlékszem, hogy a Zsíros Peti még a vége előtt volt az első fél idő vége, és úgy lett 3-1. Mindegy, de szoros volt. Hogy jót tett volna a meccsnek, hogyha nem rúgott, mert akkor 2-1-re fordulnak, még izgalmas, de ott gyakorlatilag el is dőlt. Így van, eldőlt, mert utána ahogy csökkentek Márknak az esélyei a gólkirály címre, úgy kezdtek el játszani, és én úgy gondolom, hogy a második félidő az a csupaszpisztolynak az igazi arca volt, tehát ott nagyon szép megoldásokat láthattunk, és hát végére simává tették egyébként a mérkőzést. Vizuális típus vagyok, elgondoltam ezt a csupaszpisztoly igazi arca dolgot, de beszéljünk akkor itt még a csupaszpisztoly csapatáról, akik megnyerték az angol kupát először, mióta rendezzük ezt a versenykiírást, ezt a bajnokságot. És hát azért nekik már nagyon érett. Tehát azért itt mindig egy, amikor elkezdődik az angol kupa, akkor az esélyeket, megnézzük az esélyes csapatokat, és a csupaszpisztoly neve mindig ott van felmerül. Ők ugye tavaly ősszel döntőt játszottak a Balaton Wanderers ellen, és 7 méteresekkel maradtak alul még akkor a műfüves pályán. Pont Felföldi Márko, aki majdnem gólkirályt a csapat ász, ahogy fogalmazunk, így ő hagyta ki az utolsó büntetőt. Tehát hogy milyen igazságos vagy igazságtalan a sport, egyszer elvesz, egyszer visszaad. Most felért úgymond a csúcsra a csupaszpisztoly, és hát gratulálunk nekik, hiszen tényleg kiegyensúlyozott jó teljesítményt nyújtottak ebben a bajnokságban, mint ahogyan a többi csapat is, és tényleg büszkék lehetünk szerintem a játékosokra, a csapatokra, mert tényleg jó meccseket játszottak, jó meccseket láttunk. Voltak nagyon parázs mérkőzések, voltak olyan mérkőzések, ahol inkább a küzdelem dominált, de hát igazából ez egy tornának a sava borsa, ha szabad így fogalmazni, nem minden csapat játszik szép focit, illetve nem minden csapat tudna brusztolással, védekezéssel olyan eredményeket elérni, mint például a Guzmics FC csapata. Akik igazából a csoportba való továbbjutást tűzték ki célul, és még a tegnapi nap is a felsőházi helyosztókon, ugye a bronzmérkőzésen szerepeltek. No, hát akkor ennyit az őszi angol kupáról, mivel 2013. december közepéhez közeledünk, gyakorlatilag az év végéhez egy ilyen rövid összefoglalóra még van időnk, hiszen azért 2013-ban volt két angol kupa, volt egy, hát nem 24 órás focinak induló, 2013 perces focinak induló esemény, ami a rossz idő miatt a csarnokba került, és hát ott azt hiszem hajnal 4-ig vagy meddig tartott. Volt egy szakfoci ugye kint a műfüves pályán, tehát azért csupa-csupa olyan rendezvény. És hát tavaly decemberben még volt egy angol kupa teremtorna, ugye? Hogyha most szigorúan nézzük a naptári évet, akkor abban nem esik bele a 2013-ba, de hogyha egy évre visszamegyünk, akkor úgy gondolom belefér. Ezzel azt akartam mondani, hogy a bajnokságon az angol kupán kívül más rendezvények is körvonalazódtak itt a kispárs labdarúgással kapcsolatosan, ami megint csak ezt a sportágat, illetve megint a főiskola sportját minősíti, illetve dicséri. Így van, hát azt azért látni kell, hogy a legtöbb hallgatót a foci vonza. Mégis tegnap pont te jegyezted meg, hogy volt egy pillanat, amikor a lelátón jóval több lány foglalt helyet, mint egyébként fiú. És ez egy kicsit jobb látvány is volt egyébként. Jobban örültünk mi a másik oldalról elnézve a lelátót, de azt kell mondani, hogy az angol kupa már bevált, azon már csak csiszolni lehet, és éppen emiatt számtalan kísérleti programmal igyekeztünk színesíteni még a palettát. Említetted a teremtornát, ami szintén lesz idén is, vagy hát nem idén, de az idei tanévben, mondjuk januárban, a vizsgaidőszakban. A szakfoci, én úgy gondolom, hogy nagyon szkeptikusak voltak egyesek előtte, de nagyon jól sikerült, megint az időjárás közbeszólt, megint megoldottuk, és nagyon jó hangulat volt, de említetted a 2013 perces focinak induló
hát futballfiesztának nevezném azt az éjszakai focit, mert tényleg azért azt a hangulatot, ami ott volt, azt nehéz lesz überelni, mondjuk egy bajnoki rendszerben. Hát gondolom, itt az egyórás YouTube-ról benyomott rajzfilmsláger blokkra gondolom azt, amikor böndöttek a régi rajzfilmslágerek, és hát a közönség, még akik játszottak, még azok is énekeltek, szóval jó buli volt. Így van, tehát az egy ilyen buli foci volt, tehát ott nem néztük, hogy ki nyer, ki nem nyer. Meg voltak szabva időkeretek, összeállt egy csapat, még volt, hogy adhok jelleggel, gyere, állj be, stb. Ez kell, tehát látszik, hogy ez kell, igénye van a hallgatóságnak arra, hogy focizhasson és jól érezhesse magát. No, hát akkor egy tényleg szép évet zárt, úgy gondolom, az Esztelázi Károly Főiskolának ispás labdarúgás. Már hogyha itt ilyen csoportosulásról beszélünk, hiszen tényleg nagyon sok több száz hallgató, több száz embert foglalkoztat, mint a játék, mint pedig a szórakozás tekintetében. Akkor ennyit az idei angol kupáról, most pedig kedves nézőinkkel folytatnám, illetve a hétvége EKFS érdekeltségű eredményeivel, hiszen a kosárlabdások, illetve a férfi kézilabdások még mindig nem fejezték be a bajnokságot. A kézisek most már egyébként igen hétvégén az utolsó mérkőzésüket játszották a 2013-as esztendőben. Ez következik. Az NB1-B keleti csoportjának 12. fordulójában játszott az SBS-Eger Esztenházi csapata, méghozzá a Gödöllői KC otthonában. A sereghajtó mindössze egyetlen egy ponttal rendelkező Gödöllőhöz látogattak Csík János tanítványai, és hát kellett ez a két pont még ahhoz, hogy legrosszabb esetben egy pontos hátrányból fejezzük be ezt az évet, hiszen Balmazújvárosi rangadót, erről már korábban volt szó, elveszítettük. Nyertek a fiúk 13 góllal, de ami ennél is fontosabb, a Balmazújváros óriási meglepetése, kikapott Nyíregyházán 16-15 arányban 7 hetes félidő után, tehát nem volt egy gólgazdag mérkőzés, de ennek mi nagyon-nagyon örülünk, hiszen jelen pillanatban úgy áll a tabella, nem is beszélek erről, mindjárt megmutatom, nézzük végig az eredményeket. A Törökszent Miklós Ferencváros meccs egy gólos vendéggyőzelemmel zárult, ez is nagyon nagy meglepetés. A Békés Balassagyarmat 30-23-mal, Mieink 38-25 arányban verték meg, tehát a Gödöllőt idegenben, a Pixeged 33-26-ra nyert Kecskeméten, az Ózd továbbra is jó szériát produkál, hazai környezetben nyertek ezúttal a Hajdunánás ellen 4 találattal, a Pler 2 Lajos Mizsemes 29-21, és amiről beszéltem, Nyíregyháza Balmazújváros 16-15. Most pedig a bajnokság állása, íme lehet látni, nálunk 13 mérkőzés, a Balmazújvárosnál csak 12. Emlékeztetnek, kedves nézőink, hogy a 13. forduló találkozóját a Törökszent Miklós elleni hazai rangadót előrébb hozták, körülbelül hát több mint egy hónapja ezelőtt játszották le a fiúk a körcsarnokban, és nyertek 20 góllal a Törökszent Miklós ellen. Ennek köszönhető most, hogy egy meccsel ugyan többet játszottunk, de 3 ponttal a Balmazújváros előtt vagyunk. És hogyha a Balmazújváros nyeri is az utolsó fordulós meccsét itt az idei őszi szezonban, akkor is egy ponttal előttük állunk, tehát az élen telelnek az egri fiúk. Nézzük a kosárlabda csapatot, az EKFEGER Hézgárdája ugyanis az NB1-B keleti csoportjának 8. körében lépett hazai pályán, ráadásul parketre. A Tiszaújváros volt a vendég, és ezt a meccset mindenképp nyerni kellett, ez volt a 2013-as év utolsó hazai fellépése. Még december 18-án a MAFC-hoz látogatnak a fiúk, hétvégén tehát nincs meccsük, de erre a meccsre mindenképpen szükség volt, erre a győzelemre. Váci Péterrel viccesen jegyeztem meg, majd a meccs utáni interjúban, amit egyébként most egyből utánunk kedves nézői megtekinthetnek, ezt a találkozót ugye erre gondolok. Tehát a Váci Péterrel történt interjúban el is hangzott, hogy ilyen sokan még idén talán nem voltak meccsen, ami annak is köszönhető, hogy a sportszakos hallgatóknak kosárlabda órából ugye edzőkönyvet kell legalább egyszer vezetniük mérkőzésen, amit az edzőnek vagy tanárnak kell aláírni. És hát mivel ez volt az idei fél év utolsó hazai meccse, rengeteg sportszakos hallgató volt fent a csarnokban, még ott a mérkőzés ellenőre meg is jegyezte, hogy régen csak a tanár úrnál ilyen nem nagyon lehetett, hogy fotózták a srácok a jegyzőkönyvet és úgy írták be. Hát persze aztán jöttek a vicces visszaszólások, hogy hát persze, mert régen nem voltak olyan telefonok, amikkel fényképezni lehetett. De a lényeg az, hogy sokan voltak, sok hallgató volt, jó hangulat volt, és ami a leglényegesebb, hogy 15 ponttal nyert az EKFEGER Hézgárdája. Hogy ennek méltó a jelentősége volt, mindjárt látjuk a tabellán, viszont addig nézzük meg a többi eredményt. A Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia, tehát a Kecskemét csapata tartja jó formáját, ezúttal 10 ponttal győzték le a fővárosban a Vasasgárdáját. Szolnok U23-as csapata otthon kapott ki meglepetésre 12 ponttal. A Deac ellen mi ugye 87-72-re vertük a Tiszaújváros gárdáját, MAFC Óbudai Kaszások 113-80, a Budapest Honvéd legyőzte hazai környezetben a Nagykőröst, a Salgótarján pedig a Hódmezővásárhely Tezicsi rangadó volt, itt 81-70 lett a végeredmény. Most pedig akkor lássuk a bajnokság állását.
A Kecskemét az első, ők ugyan egy meccsel kevesebbet játszottak, mint mi, 7-1-es a mérlegük, nekünk pedig 7-2-es, hiszen mi egyel több meccset játszottunk, de a második helyen vannak a fiúk, a MAFSZ, a Salgótáján és a Hódmezővásárhelyen előtt egészen pontosan, és hát elég masszív az élmezőny, úgy gondolom, hogy nagyszerű tavaszra van kilátás, nagyszerű 2014-es évre, és hát bármi benne van abban a bizonyos pakliban, hiszen jól állnak a fiúk, majd kiderül, hogy milyen tavaszt tudnak produkálni. Több diám nincs, hiszen a hétvégén nem lesz már semmilyen mérkőzés, amint említettem, ebben az esztendőben még a kosarasok lépnek pályára, december 18-án a fővárosban, méghozzá MAFSZ otthonában, illetve december 29-én a két ünnep között folytatódik a női NB1-es bajnokság, az Eszterházi KFSC Global Safe újonc csapata, majd az Érd csapatát, gárdáját látja vendégül az Eszterházi csarnokba, de ez később a két ünnep között, hétvégén már tehát nincs mérkőzés, egyébként ha már női kézilabda, akkor női kézilabda világbajnokság éppen Szerbiában zajlik, holnap pedig erről is fogunk beszélni Firkászok című magazin műsorunkban, terveink szerint Csika Károlyal, illetve Rozsnahi Gáborral. Ezzel folytatjuk tehát holnap, most következik az EK Fegerhész Tiszaújváros kosárlabda mérkőzés felvétele. Kérem, hogy maradjanak velünk, Fábián Máténak köszönöm, hogy itt volt, hogy vendégünk volt, és hát rá is találkozunk, reméljük majd tavasszal egy ilyen angol kupa indító beszélgetés során. Köszönöm tehát még egyszer a figyelmet, most kosármeccs, holnap Firkászok, minden jót, viszontlátásra!